Sziasztok! Arról, ha minden igaz, már meséltem nektek, hogy nálunk az iskolában pontok vannak, ilyen pontrendszer van a tesiből. Azt jelenti, hogy egy fél évben meg van adva, hogy 32, 36, vagy mit tudom, mennyi pontot kell összeszedni. Ebben a fél évben 28 pontot kell összeszednünk. Igen. Ezeket a pontokat úgy lehet összeszedni, hogy ha például elmész futni a Margit-szigetre, azért kapsz egy pontot. Ha elmész a konditerembe, kapsz egy pontot. Hogyha elmész hétvégén, szombat reggel túrázni, azért kapsz 4 pontot. Hát én másfél éve úgy csinálom, hogy folyamatosan túrázni járok, és így szedtem össze mindig a 4 pontoksával, a 4 pontokkal ezt a fél évet esít. Na nem most. Hát most így volt sok minden ebben a fél évben. Nagyanyám szűnapja, nagyapám szűnapja, akkor mondokon, meg mindig volt valami, ami miatt nem mentem ebbe a fél évbe túrázni. Aztán most összegyűlt. Ez azt jelenti, hogy 7, ha minden túrára elmennék, vagy elmentem volna, még amikor így ez felötlött bennem, még akkor is maradt volna 7 pontom. Tehát amit nem tudok összeszedni. Tehát pánikoltam, hogy na most akkor mi lesz? Mert nem lesz annyi túra már az évben. Aztán én úgy döntöttem, hogy jó, akkor valamit kitalálok még, mert megyek futni. Elmentem egyszer futni, Margit-szigetkört kell lefutni. Hát én tavaly futottam, borzasztó unalmas dolog, és mivel tavaly futottam utoljára, nem is bírtam túlzottan. A futást megtettem a Margit-szigetkört 47 perc alatt, de megmondom őszintén, nem éreztem túl jól magam. Aztán jó, hát ez nem jött össze, nem futás. Mondtam, hogy nem megyek többet futni, akkor marad a konditerem. Közben kiderült, hogy kaptam még egy plusz túra napot, mert hogy nagyon sokaknak van elmaradása. Mondom, de jó, megyek túrázni. És akkor már csak 3 pontom marad. Jó, letúráztam, borzasztó nehéz volt, mert hegynek fölfelé mentünk. És amikor felértünk a csúcsra, aláírtuk a papírokat, és láttam, hogy plusz, van egy plusz 4-es a nevem mellett. És akkor megkérdeztem, az mi? Az, hogy az előző fél évről maradt még 4 pont, amit nem gyűjtöttem össze. Ne! Szóval 7 pont hiányzik. Jó, hát akkor tudtam nagyon jó, hogy nem lehet máshogy megcsinálni, csak konditeremmel. És a konditeremben meg ott van egy lehetőség viszont, amivel 2 pontot lehet szedni, hogyha edzésterv alapján csinálják az ottani dolgokat, akkor 2 pontot kapsz. Hát én nem akartam menni, de mindegy, ma voltam először, hát megmondom őszintén, bokámnál magasabbra nem igazán tudom emelni a kezem. Nem éppen az a fajta mozgás, amihez én hozzászoktam, de hát, na mindegy, így van, és még mennem kell 3-szor. Na mindegy. Amúgy meg igen, minden másból tökéletesen átmentem, ilyen jó még fél évkor nem volt általános iskola 8. vagy 7. osztálya óta a bizonyítványom, annyira büszke vagyok rá, sem. Buktam én főiskolán 1000-szer, gimiben is buktam, matekból még, hát, és akkor most meg itt ide simán 4-es átlag, csak ez a tesi az betesz. Szóval most ez az egész áprilisem, mert minden tantárgyat befejeztem, leadtam a vizsgamunkát, a Predidis interjút, meg Weiseloros interjút, ezt a kettőt, tehát egybe, tehát ezt így beadtam. Úgy kellett, hogy a Weiseloros Predidit egybevágva, pontosan ugyanazt adtam be, amit láttatok a műsorban, csak hangként. Majd még kellett egy másik vissza is, másik interjú is, egy 10 perces, tök mindegy, ezt így leadtam. És akkor most tényleg csak a tesi van hátra a suliból, aztán ha mindig az más nem. Jó, és én úgy döntöttem, hogy akkor jó, kamerát nem vettem, mert visszatáncolt az az ember, akitől vettem volna a kamerát a mondokon előtt. Nem tudom, szerintem nem akarta eladni már a kamerát, nem tudom miért.
A PSP-met még mindig nem tudom eladni, így nem is nagyon tudok venni kamerát. Pedig már 20 ezerért raktam föl. 20 ezerért felraktam a PSP-t, mert szívem szakadt ketté. Ilyen szívest. Na mindegy. Na, szóval a Mondokon, igen, kamera nincs, nem vettem kamerát, marad a telefon. Aztán, hát jó, ez is 720p-be vesz fel, ez fog maradni, mert veszek helyette egy Avermedia Live Gamer Portable-t. Bezony. Szóval ma rendeltem meg, holnap vagy holnap után megérkezik, ingyenesen szordítják házhoz, szóval jó. Ugye nem a mikrofonom van a kezem, csak mert akkor olyan hülye a hangja. Tehát Live Gamer Portable-t vettem, és ez azt jelenti, hogy 44 ezeret hagyok ott rá, tehát nem keveset, de ebben csak lesz majd rajta egy gomb, és egy gombnyomással elindul a live. Gyönyörű. Tehát így tényleg az lesz, hogy tényleg gombnyomásra live, nem fog szaggatni, vagy nem fogja belassítani a gépemet, tehát minden játék tökéletesen fog menni, illetve konzol live. Konzolról lehet live-olni, 1080p-be, konzolról lehet rögzíteni, és memóriakártyára, akkor közvetlenül rá tudok beszélni az egészre, a felvételre, szóval ez egy tök jó cucc. Körülbelül ez az a dolog, amikor én megláttam, hogy ezt fogja kiadni az Avermedia, akkor ez volt az, amire azt mondtam, hogy ez tényleg tökéletes. Tehát a Game Capture HD sem volt rossz, a Live Gamer HD volt nálam, teszteltem, de nálam nem működött, de mint kiderült, a Wi-Fi kártyám volt a baj, mert az semmivel se volt kompatibilis, az egy szar volt. De a Game Capture-nek az volt a baj, hogy nem lehetett közvetlenül rábeszélni, erre viszont közvetlenül rá lehet beszélni, és végre csak egy gombnyomás és live-olok. Csodálatos. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Szóval továbbra is rengeteg élő bejelentkezés várható tőlem. Most is napi kétszer szinte bejelentkezek már élőben, mert már annyira egyszerű, de most már még egyszerűbb lesz, és remélem, hogy a router tudja tartani a strapát, majd utána nézek minden beállításnak optimalizálni, hogy live-on nagyon tökéletes legyen. Most van egy olyan problémám, amire nem jövök rá. Néha az 5 GHz-es hálózat eltűnik. Tehát így arra vagyok rá, én vagyok az 5 GHz-es hálózaton, a többiek a 2,4 GHz-esen. És néha a 5 GHz-es hálózatot eldobja a router. Ma is live közben, Bad Company 2 közben eldobta. És akkor gyorsan át kellett kapcsolnom 2,4 GHz-re. De azt meg a többiek használják, ott lehet, hogy lankolok. Szóval ez így egy kicsit nem tudom még, hogy mi miatt lehet, ennek utána kell járnom. De itt van. Szóval most tényleg be vagyok rendezkedve a live-ra, és hogy live-olhassak. Most emiatt, hogy az utolsó 15 másodperc lemaradt, amikor azt mondtam volna, hogy hey, sziasztok pápá, most emiatt konvertálhatok le egy videót, ahelyett, hogy csak rányomtam volna a YouTube feltöltés gombra, de túl sokat beszéltem ahhoz, hogy most újra megcsinálom a felvételt, szóval ennyi lett volna. Sziasztok!